padló burkolatok dilatációira nagyon kell figyelni, mert amennyiben nem úgy a burkolat összefeszülve, és akár több centiméteres befeszülés többlet helyre van szükség, és ez a alapok felvonását okozhatja. Ez lehet, hogy csak egyszerű fuga kiperjés bizonyos helyeken, de lehet ennyire durva elmozdulás is, mint jelen esetben egy ilyen 2 centimétert emelkedett a padló, és hát fölvált a burkolat, és hát ez baleset veszély is jelenthet mindemellett, hogy esztétikailag nem megfelelő, és hát a padló emiatt nem használható állapotba kerül. Tehát dilatálatlanság, ez általában a peremek mentén szokott elsősorban jelentkezni, de mező közepén, középső helyzetben is ugyanez előállhat, amelyben a szélén vagy valamilyen osztásban ez a mozgás nem tud lejátszódni. Ez mindenféle beton és burkolati anyagoknál más és más, de minden esetre sűrűn kell dilatálni a szerkezeteket, burkolatokat, hogy ilyennek következhessen be.